Emlékszem, olyan hideg is volt, hogy voltál mínusz 20 fok, és csak úgy csikorodott. Az orrunk alatt megfagyott a pára. Saját gyerekkori, a karácsonyhoz kapcsolódó történeteiket osztották meg a Bonyhádi Idősek Otthonába élő szépkorúak az odaérkező vendégekkel és az otthon dolgozóival. A Bonyhádi Idősek Otthonában többen már 80-90 évesek és demenciában szenvednek, ezért az ünnepi műsorra való felkészülés több napot is igénybe vesz, mondta az intézmény szakmai vezetője. Kihangsúlyozva, hogy minden évben lelkesen készülnek az idősek a műsorra, hiszen ez az egyik legfontosabb esemény az életükben. Ez minden évben egy hasonló tematika szerint zajlik gyakorlatilag. A lakóink készülnek egy nagyon kedves, megható és színvonalas műsorra, mint minden évben. Polgármester asszony ellátogat hozzánk, ő is köszönti a lakóinkat, ugyanúgy, mint ahogy azt az intézményvezető is megteszi. Aztán pedig hát következik a nap fénypontja, az ajándékozás. A Bonyhádi Gondozási Központ vezetője, Sebestyén Ósolya képes összeállítása emlékezett meg azokról az eseményekről, amelyeken az otthon lakói is részt vettek, visszatekintve így az elmúlt időszak közös élményeire, majd ő is átadta ajándékát. Egy teljesen más típusú ajándékkal készültem. Ez a láng, ez Betlehemből származik, és szerdán volt fönt a nappali ellátás keretein belül a karácsonyi ünnepségünk. Ott kaptuk az egyik hozzátartozótól, és úgy gondoltam, hogy elhozzuk hozzátok, hiszen a szeretet lángjának mindenhol égnie kell, úgyhogy fogadjátok sok-sok szeretettel tőlünk. Az ünnepi műsor végén a szépkorúak átadták ajándékaikat az odaérkező hozzátartozóknak, vendégeknek és az otthon dolgozóinak. Ezzel is megköszönve a rájuk fordított időt, foglalkozást.